Sziasztok, Ditka vagyok, és mostantól velem is találkozhattok az IGN videóiban, és kezdjük is a hét legfontosabb híreivel. Elindult a The Walking Dead 8. évada, de ha még nem láttátok az első részt, fogjátok be a fületeket. Az évadnyitóban Ricknek megvolt a lehetősége, hogy megölje Negant, ám mégsem tette, és fegyverével sem talált el senkit, amit a rajongók sűrű fejvakarással fogadtak. Scott M. Gimple, a sorozat alkotója szerint ennek egyszerű oka van. Rick ugyanis mindenkinek megadást kínál, és ha megölte volna ellenfelét, azzal kirobbantotta volna a háborút. Gimple szerint ennek a döntésnek még súlyos következményei lesznek, kíváncsian várjuk. Úgy tűnik, hogy a Blizzard véletlenül lebuktatta a World of Warcraft következő fejezetét. A játék kiegészítőire utaló beta szerver verziószámának első számjegyét ugyanis átírták 8-asra, majd gyorsan visszajavították 7-esre. Mivel a 7-es szám a Legion-t jelentette, a 6-os pedig a Warlords of Draenor-t, könnyen kikövetkeztethető, hogy a 8-as már a következő nagy tartalomra utal. Hogy szándékos volt-e, az jó kérdés, de ha igen, akkor az utolsó frissítéssel olyan tartalmak kerültek fel a teszt szerverre, amelyek a következő kiegészítőhöz tartoznak, tehát a cég jól áll a fejlesztésével. Így nem lenne meglepő, ha a november elején kezdődő BlizzConon be is jelentenik az új kiegészítőt. Régóta foglalkoztatta a rajongókat, hogy az ikonikus bosszúállók torony miért nem látható a Marvel és a Netflix közös sorozataiban, de most kiderült, hogy mindez csak nézőpont kérdése. Szó szerint legalábbis Jeff Loeb, a Marvel Television elnöke szerint, aki a hiányzó épületet egyszerűen azzal magyarázta, hogy a sorozat eseményei során a torony nincs a szereplők látóterében. Ez persze nem magyarázza meg, hogy miért hiányzik a távoli felvételekről is Tony Stark épülete. Nagy népszerűségnek örvend az Xbox One visszafelé kompatibilitási programja. Mostantól nem csak Xbox 360 címekkel, hanem az eredeti Xbox legjobbjaival is játszhatunk az új konzolon. Első körben 13 játék, köztük a Star Wars Knights of the Old Republic, a Ninja Gaiden Black és a Prince of Persia The Sands of Time vált elérhetővé. A játékok nem csak nagyobb felbontásban, hanem jobb képfrissítési értékekkel és rövidebb töltési időkkel is futnak az aktuális gépen. Jó hír továbbá, hogy néhány játék támogatja a System Link nevű több játékos módot, vagyis több konzolt összekötve akár 3 Xbox generáción keresztül is játszhatunk a barátaink oldalán. Az előrejelzések szerint az utolsó Jedik bevételi eredményei elmaradnak majd a 2 évvel ezelőtti 7. epizód rekordjaitól. Az Ébredő erő jelenleg minden idők 3. legsikeresebb filmje, több mint 2 milliárd dolláros bevétellel. A legfrissebb becslések szerint azonban ezt a bravúrt nem fogja tudni megismételni Rian Johnson filmje. Persze aggodalomra nincs ok, a nyitó hétvégére becsült 215 millió dollár így is elképesztő összegnek tűnik. A Kinect 2011-ben még Guinness rekordot állított föl a leggyorsabban fogyó elektronikai eszközként, a Microsoft viszont most hivatalosan is bejelentette, hogy nem gyártanak többet belőle. Az Xbox 360-hoz készült, majd az Xbox One-hoz újra tervezve kiadott mozgásdetektoros irányítóhoz az elmúlt években már alig készült olyan program, ami kihasználta volna képességeit. A Kinect összességében mégsem tekinthető sikertelennek, hiszen 2010-es megjelenése óta több mint 35 millió példány talált gazdára belőle. És végezetül pedig ne feledjétek, hogy a hétvégén még tart a filmünnep, úgyhogy ha szeretnétek kedvezményesen filmeket nézni, akár premier előtti vetítéseket, akkor nyomás a Cinema City mozikba. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a jövő héten találkozunk ismét, sziasztok!